21. alkalommal rendezték meg a Fejér Vármegyei Állatorvosi Emléknapot Kulcson. A vendéglátó nevében Móri Attila, az Alfavet elnöke megnyitó beszédében köszönetet mondott állatorvos kollégáinak, hogy a hagyományokhoz hűen ismét megtisztelték jelenlétükkel az eseményt. Az ünnepi találkozó bevezetéseként Szibert Gergely vármegyei főállatorvos tekintett vissza az év állategészségügyi történéseire. Azt gondolom, hogy egy állatorvosnak 365 nap kell dolgozni egy évbe, egy héten 7 napot, ezért nagyon nagy szükség van arra, hogy egy-egy napot megpihenjen, akár megünneplésre kerüljön ez a szakma, és mi itt Fejér megyébe ezért vezettük be Adventhez közeledve ezt a kulcsi hatok emlékére megrendezendő megyei állatorvos napot. Nobilis Márton, az Agrárminisztérium államtitkára beszédében kiemelte, Magyarország számára kiemelt feladat az élelmiszerbiztonság és az állattenyésztési ágazat, így rendkívül fontos, hogy az állatgyógyászat képviselői miként tudják biztosítani és segíteni az állategészségügy részéről ezt a munkát. Állatorvosaink szorgos munkájának köszönhetően minden olyan védekezést megteszünk, amit meg tudunk tenni, és viszonylag jól is állunk. Itt beszélt az állatbetegségekről, ezek sajnos egy olyan időszak, hogy évről évre előkerülnek, de nekünk és az állatorvosoknak arra kell felkészülni, hogy ez egy ideig így is marad, hiszen amíg ezekre a betegségekre vakcinák nincsenek, addig tartós megoldást nem tudunk hozni. Sótonyi Péter kettős minőségében, az Állatorvosi Egyetem rektoraként az intézmény elmúlt időszakban elért nemzetközileg is elismert eredményeit emelte ki, illetve az Egyesület országos vezetőjeként értékelte az elmúlt év eseményeit. Nagy tisztelettel és szeretettel jövök Kulcsra, minden évben itt vagyok, és egyetemünk történetének minden aspektusát már ismertettem. Nagy professzoraink élettörténetét, kutatásairól mindig, minden évben kitértem. Most úgy gondolom, hogy egy 10 éves periódus az egy komoly időszak, főleg annak fényében, hogy 10 évvel ezelőtt volt az európai akkreditációnk. Az ülésen megerősítették, hogy a legendás kulcsi hatok példájára tovább erősítik az állatorvosi kamara szerepét a megye állategészségügyi hagyományainak ápolásában.